Sziasztok! Én Kaci vagyok, és itt velem Erdős Marci, a PC World főszerkesztője. Sziasztok! És egy korábbi videóban, amikor laptopokról beszélgettünk, akkor szóba jött már az, hogy majd az OLED kijelző lesz a jövő a laptopoknál is, és az a helyzet, hogy ez a jövő megérkezett gyakorlatilag. Az a helyzet, hogy ezt az egyik Asus gépnél mondtuk el, illetve egy-két más gyártó is már próbálkozott ilyen modellekkel, de mi sem bizonyítja jobban, hogy nem a levegőbe beszélt az Asus, az, hogy itt egészen a úgymond belépő vagy kezdő kategóriától egészen a csúcs kategóriáig három olyan notebook van itt előttünk, amik mind OLED-esek, de emellett még egy-két érdekesebb extrát is tartogatnak számunkra. Bizony, úgyhogy ebben a videóban ezeket fogjuk megnézni, és megmutatjuk, hogy az OLED az már tényleg nem űrtechnológia, és nem csak a felső 10 000 kiváltsága, hanem bizony, ahogy Marci is mondta, már a belépő szinten is hozzá lehet jutni OLED-es laptopokhoz. Úgyhogy ez lesz most, tartsatok velünk! Kezdjük a közepén. Ez a Zenbook. A Zenbookot azért már lehet ismerni, nagyon régóta velünk vannak, már mint sok-sok éve, mindig egy kicsit finomít rajta az Asus. Ez a modell valójában azt tudja, az benne az extra, hogy a 11. generációs alacsony fogyasztású Intel Core i7 processzor mellett egy OLED kijelzőt kapott. Ez nem a szokványos 16:9-es Full HD-s, hanem feljebb léptek, és ez egy 2880x1800-as felbontású OLED panel, ami Pantone validált és garantáltan szuper jó, a nyilván betekintési szög, végtelen kontraszt, ez mind-mind megvan, tehát az OLED összes előnye. A végére hagytam az egyik csatadót, hogy 90 Hz-es. Ez egyébként az átlag felhasználásban is, én legalábbis úgy érzem, hogy ha egy picit gyorsabb a 60 Hz-nél, és nem csak a PC Master Race beszél belőlem, az számít, és ez egy nagyon jó dolog. Emellett benne van a Number Pad, ugye az, amikor a touchpaded átalakul ilyen számos billentyűzet, és akkor azt tudod használni, a nagyon kényelmes billentyűzet is ott van, nyilván benne van az új lenyomatolvasó, és az összes olyan extra, amit megszokhattunk egy Zenbookban, és ezzel én le is zárnám, kiváló üzemidő, vékony kávák, amit akarsz, de áttérnék rögtön a legújabb modellre, és ez az alja akkor, és itt az alja az nem egy negatív jelző, mert ezt a VivoBookot, tehát ez nem a Zenbook kategóriás, ez egy VivoBook, abból viszont a VivoBook, megjegyeztem, várjál, VivoBook Pro 14X OLED modell, ami így egy családot jelöl, ezt kifejezetten az Asusra, azokra a tartalomgyártókra fókuszált, amikor ezt elkészítette, akik mondjuk a milliós ProArtot kicsit sokalják, abban még mondjuk nem mennének bele, de mondjuk nagyon tetszik nekik ott egy-két extra funkció, hajlandók egy nagyon minimális kompromisszumra, de amiben nem hajlandó kompromisszumra, az a sebesség és a képernyőnek a minősége. Nekik készült ez a VivoBook, a billentyűzetét azt azonnal lehet szeretni, mert nem a szokványos, egyszerű fekete, vagy fehér, vagy szürke billentyűzet, hanem van rajta egy-két szín, egy-két apró kis jelölés, amit jól néz ki, de ennél talán egy picit fontosabb, hogy kényelmes gépelni rajta. A másik pedig az, hogy ezt a kis dial padet, ami ott van a ProArt-nak az oldalánál, a touchpadnak a bal felső sarkán, azt itt egy virtuális ilyen dial pad váltotta föl, de ugyanaz a funkcionalitás megtalálható itt is. Egy picit szokni kell, hogy jobb fentről le kell húzni a touchpadot, és akkor egy ilyen kis ledes világítással megjelenik neked ez a kis tekerentyű. Amire még várunk az, hogy az Adobe szoftverek mellett más szoftverek is támogassák natívan. Addig azt tudod csinálni, hogy van ez a Creator Hub, egy alkalmazás, amit az Asus készített hozzá, és ott tudsz Windows funkciókat és egyéb ilyeneket, ablakváltást, hangerő, fényerő, ilyeneket tudsz rajta állítani, ami szintén hasznos. Ezekhez a tekerőkhöz nagyon hozzá lehet szokni, nekem a billentyűzetemen van az asztali gépemnél, amivel csak a hangerőt szabályozom, és mióta ehhez hozzászoktam, minden billentyűzeten reflexből oda nyúlok és megpróbálom tekerni. A kijelzőknél szerintem említetted itt a 90 Hz-et, és magas hertz számokról pár évvel ezelőttig csak a gamer monitoroknál, meg gamer notebookoknál beszéltünk, és
ott volt fontos, hogy 120 vagy 144 vagy annál is magasabb ez a képfrissítési ráta, és igazából sokan a mai napig azt mondják, hogy hát ők nem is látják egyáltalán a különbséget, de aztán az elmúlt években nagyon jól bebizonyosodott szerintem akár például az okostelefon piacon, ahol ugye nagyon sokan váltottak 90 vagy 120 Hz-es adaptív képfrissítésre, hogy bizony-bizony nem csak a szuperusereknek, nem csak a gamereknek fontos ez, hanem az átlag felhasználónak is a felhasználói élményét egyszerűen sokkal jobbá teszi az, hogy sokkal simább a görgetés, hogy nem röcög be, hogy nem mosódik el a felirat, hanem igenis egy nagyon smooth élményt kapsz a hétköznapokban is, amikor szükség van erre, meg amikor ezt ki tudod használni. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy egyre inkább ez megjelenik, nem csak a nagyon felső kategóriában, meg a nagyon nincs ilyen specializált gépekben, hanem gyakorlatilag az átlag felhasználatok szám gépekben is. Igen, ez a, amit mondasz, az pont tökéletesen igaz erre a Vivobook Pro 14X OLED-re, ugyanis ez valamivel 400 fölött kezdődik, ott itt árban, ami én szerintem nem nevezhető felső kategóriának árazásban, és ezért cserébe nem csak hogy a 90 Hz-es 2880x1800-as OLED panelt kapod meg, aminél olyan 500 fölötti nitet lehet mérni HDR módban, ezt direkt még nem mondtam el, de odabent az alumínium gépházban rejtőzik egy HAS proci, ami egy Intel Core i7-11370H. Ez azt jelenti, hogy nem a 15 wattos, ezt te tudod, de azért elmondom nektek, hogy ez nem azt jelenti, hogy, azt jelenti, hogy a, nem a 15 wattos ultra alacsony fogyasztású okay-ish processzor, hanem ez egy 35 wattos annyit fogyaszthat maximálisan, illetve hogy akkora lehet a hőtermelés, ebben most nem menjünk bele. A lényeg az, hogy sokkal erősebb, sokkal jobb teljesítményre képes, ami ugye videóvágásnál, képszerkesztésnél, egyebeknél fontos, és ha ez még mind nem lenne elég, ugye itt egy 400 körüli gépről beszélünk, nem csak hogy ilyen Core i5, Core i7, illetve Ryzen 5-7 egyebek van benne processzorban, hanem beleraktak egy GeForce RTX 3050-et is, amit tudjuk, hogy nem a gamerek álma, de mondjuk ugye a 1650 Ti és a 1660 Ti közti gamer teljesítményre képes. Ez azt jelenti, hogy amikor már mindent megszerkesztettél, videó, kép, minden készen van, lemodellezted az új házadat, akkor ha belősz rajta egy játékot mondjuk Full HD-be, akkor azért kompetitívbe, hát szerintem azért 80-100 FPS között azért simán hozza azt. Tehát nem arra kell számítanod, mint egy integrált grafikával, hogy hát akkor valami 2D-s izé stratégiával játszogatok, hanem azért játékra sem egy utolsó darab ez a gép, és ehhez egy 67 wattórás akkumulátor tartozik, amivel hát nyilván mondjuk ez HAS processzor, úgyhogy a fogyasztás az túl sokat ne szerkezgessé, úgyhogy nincs nálad a töltő, de ettől függetlenül egy nagyon-nagyon kellemes kis üzemidejű gépről van szó. Igen, és ahogy beszéltük, hogy most már a belépő szinten is vannak ilyenek, és pont most a napokban néztem, és azt hiszem, hogy már ennél, tehát lentebb is olyan 300-nál már van OLED-es laptopja az Asusnak. Igen. Ami már tényleg nem az a hatalmas nagy büdzsé. Ugyanakkor meg a belépő szintet úgy kell érteni, hogy ezek nyilvánvalóan új generációs gépek, úgyhogy azért viszonylag combos hardware van bennük, meg új generációs processzor, meg 8 vagy 16 GB, szóval a belépő szintet is már úgy kell érteni, hogy gyakorlatilag bármilyen felhasználásra alkalmasak ezek a gépek, úgyhogy ebből a szempontból ez szerintem tök izgalmas. Meg ha már új generációról beszélünk, meg említetted a HDR-t, a Windows 11-el érkező Auto HDR például egy olyan dolog, amit majd az ilyen OLED kijelzős HDR panelek nagyon jól fognak tudni használni, mert az SDR tartalom is szebben fog kinézni, meg nyilván a HDR tartalmat is úgy fogja nekik összerakni a Windows. Igen, hát itt arra is figyelt az Asus, hogy ezeknél a paneloknál megvan a Pantone validálás, és a DCP3 szinteret is 100%-ban lefedi, úgyhogy a színhűséggel biztos, hogy nem lehet gondod. És ez mondjuk elvárható akkor, hogyha a legnagyobb modellt választod, ami szintén itt van velünk, és ez nem más, mint a ProArt StudioBook. Hát igen, ez egy sokkal komolyabb gép. Ebben az AMD-nek a Ryzen 9 5900HX-es processzora van. Hát az úgy meghajálja neked a 4K videót is. Ebben egy
Egyébként 60 Hz-es ez az OLED panel, de ez már egy 4K-s, 4K pluszos panel, szintén nyilvánvaló 100%-os szintérlefedettséggel és hatalmas fényerővel minden egyéb rendben van. A videókártyára is odafigyeltek, ezt most azért vettem a nagy levegőt, mert itt azért itt már a gamerek szíve is megdobbanhat, ugyanis ebben egy RTX 3070 van. Hát az ugye a notebookban nagyjából már a tető, van egy kicsit nagyobb plafon is, feljebb lehet még egy picit lépni, de az teljesítményben már annyira nem oszt vagy szoroz. Nyilván ezen most nem a gamer driver van fönt, hanem a studio driver, hiszen ezt nem játékra tervezték, hanem kifejezetten tartalomgyártásra, és éppen ezért kiemelten fontos, hogy nem csak rengeteg port legyen az oldalán, hanem az is, hogy a tárolóhoz képes-e felzárkózni ez a processzorhoz, meg ilyen 4K tartalom szerkesztéshez, vágáshoz. Képes, ugyanis ebben már RAID-be kapcsolt NVMe SSD-k vannak, úgyhogy itt nem lesz az a gondot, hogy a fájlműveletekre kell várni órákat vagy akár perceket, hanem minden pillanatok alatt összejön. Ez nyilvánvalóan egy csúcs kategóriás laptop hardveresen, de engem ez a tekerő, ez a dial izgat a leginkább, amiről ugye beszéltünk a VivoBook kapcsán, hogy virtuálisan ott van, és tudod tekergetni, de ez, ami ezen van, ez szerintem felhasználói élmény szempontjából is ez a kliki, hogy így kattog és szépen egyesével tudod állítani az értékeket, le tudod nyomni, ez annyira prémium hatása van az egésznek, hogy én ezt minden laptopon kötelezővé tenném, mert ha másra nem, már csak arra, hogy így tekergeted, ha nem is csinál semmit, akkor is szeretném. Ugye itt a amikor digitálisan vagy ilyen virtuálisan van a touchpadbe integrálva, ott azt veszted el, hogy oda pillantás nélkül tudjad kezelni. Tehát azért rá kell nézni, hogy hol villant föl az a karika, és azon belül tudod kezelni érintéssel, nincsen meg az a feedback, nincsen az a visszahatás, hogy érezd, hogy te most mennyit tekertél rajta pontosan. Amikor pedig ugye fizikailag megkapod a gombot ennél a ProArt StudioBooknál, az benne a szuper, hogy oda se kell nézned. Tehát tényleg kézre esik, és mondjuk hüvelykújjal, bal hüvelykújjal egy pillanat alatt tudod úgy kezelni, hogy sokkal felgyorsítsa azt a munkafolyamatot, ami éppen egy-egy csúszka beállításával, vagy most nem akarom kimondani, egy gyors fegyverváltás, vagy valami, de hiszen akkor már megint csak nem a munkáról beszélünk. Nem, ez kifejezetten mondom még egyszer a tartalomgyártóknak van, de ha véletlenül úgy alakul, hogy vége a munkaidődnek és játszanál vele, mert munkaidőben nem játszunk, nem, senki, soha, akkor ezekkel azt is megteheted. Na, hát királyság, nyilvánvalóan a ProArt StudioBook a legnagyobb durranás ezek közül, ugyanakkor meg szerintem ami ennek a videónak igazából az egész lényege, maga mondani valója, hogy igen, elképesztően gyönyörűek az OLED kijelzők, igen, ez a jövő, most legalábbis így gondoljuk, de hogy nem annyira a jövő, hanem sokkal inkább a jelen, mert hogy már ahogy látszik, a 400-500 vagy akár ennél olcsóbb árkategóriás laptopokban is már ott van az Asusnál az OLED kijelző. Jelenleg ezek a modellek kaphatóak is, ha csak éppen nincsen pillanatnyi készlethiány, és igen, a híró termék a legfontosabb, az a ProArt, a ZenBook az evolúciós fejlődési lépcsőn halad felfele. A legfontosabbnak én ezt a belépőszintű OLED-es, H-processzoros, egy RTX-el megspékelt gépet tartom, ami elérhető árszinten van, és mégis tud olyan újat mutatni, ami miatt nagyon, nagyon érdemes odafigyelni rá, vagy legalábbis kipróbálni egy szaküzletben, hogy igen, itt tartunk 2021 végén. Bizony. Hát nagyon szépen köszönöm, Marci, hogy hoztad ezeket a gépeket, meg megmutattad, meg nagyon szépen köszönjük az Asusnak is, hogy a rendelkezésünkre bocsátották ezeket, és kipróbálhattuk. Teszt is lesz a PC World-ön. A VivoBook Pro-ról, arról mindenképpen lesz egy teszt is hamarosan. Úgyhogy amint az elkészülő leírásban megtaláljátok majd a linkjét. Mi most nagyon szépen köszönjük nektek a figyelmet, reméljük, hogy tetszett ez a videó. Ha így van, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, hasonló tartalmakért pedig iratkozzatok fel a csatornánkra, és írjátok meg, hogy ti váltottatok-e már OLED-es notebookra, ha nem, akkor fogtok-e, tervezitek-e, érzitek-e ennek a szükségét, vagy ki tudjátok-e használni, várjuk a kommenteket lent. Hamarosan újra találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok!